Sziasztok! Sziasztok! Előző részekben beszélgettünk egy kicsit a Hálionokról. Gondoltuk, hogy egy kicsit nagy vonalakban bemutatjuk a portfóliót, mert azért jó pár áll. Ez, ez, így van. Hogy is kezdjük? Szerintem adunk be, meg a legegyszerűbbtől a legtöbb funkcióig rendelkező onokat vagy ebbe a sorrendbe átnézni. Jó, első körben szerintem mondjuk el azt, hogy kettő felé csoportosíthatjuk az egész hálionos rendszert. Ugye vannak a HAL cikkszámmal kezdődőek, ők onuk, illetve vannak a HLE cikkszáma kezdedőek. Ők routerereink. Így van. Így van. Tehát azokon nincs optikai áplénk, ez a lényeg. Igen. Van a legegyszerűbb, legkisebb eszközünk. Ő. Ő egy sima, egyportos, nem bifis eszközként működik, amit nem csak bridge hanem routerként is tudunk használni. Így van, és ugye ugyanezt a funkcionitást megkapjátok SFP okozásban is, amit bármilyen switch uh, switchbe, routerbe be tudtok dugni, hát nyilván egyértelműen inkább uh, üzleti célú szolgáltatásnál. Ebből az SFP stickből létezik mínusz 40 plusz 85-ös, tehát kültéri hőmérséklet tartományra dedikált eszköz is, külön cikk számon, tehát ezt jelezzétek, hogy ilyenre van szükségetek. Meg amit érdekes megjegyezni, hogy ebből az egyportosból létezik egy Ethernet plusz egy RF portos eszköz is, ami nagyon ritka máltával reportot a többi szolgáltató, vagy többi gyártó. A közepes, vagy már nagy funkcionitású, tehát wifi, sok portos eszközökre szokott rakni, és Magyarországon azért csak elterjedt az, az RF portos, RF szolgáltatás, úgyhogy egy nagyon olcsó eszköz, és meg tudjátok oldani. Sőt, a következő is egy RF portos, ahol kettő elternetünk van, van egy voip és van egy RF portunk is. Tehát tényleg olcsón, low budgetben meg lehet oldani az RF portos szolgáltatást voip nem wifi nélkül. Így van, aztán jönnek a nagyobb kategóriai eszközök, ahol már minimum 4 darab gigás rendelkeznek. Ebből úgy szintén van olyan, ami RF portal, van olyan, ami SHIP portokkal, ugye r 11 jel és ne felejtsük Illető el, hogy oldi... az a négy portosokat meg tudjuk táplálni az egyportos portos bridge-el is, lásd előző epizód. van. Így van, tehát bármelyik négy pontos testet tudjuk használni. Illetve mesként is. A mesként azokat tudjuk használni, a amelyikben mesként. Mert hát más kliensnek igen, használatot, csak szerintem az felesleges, arra majd az HLX szerintem gazdaságosabb megoldást jelentve. Amit ne felejtsünk el, hogy van belőle, például ő, USB portal rendelkező, ahogy szintén az előző epizódban említettük, például egy 4G modemet be tudtok rádugni redundanciának. Ő ugyanúgy wifi is, csak egy különbsége, hogy integrált. Így van, ki melyiket szereti, felhasználói döntés. Wi a wifi, beszélgessünk a wifi-dalma, azért ott is van így van, mindegyik eszköz, ami wifi is, az 2x2, 2 GHz, Igen. illetve 5 GHz, vagy 2x2, vagy 4x4 múmiós. A nagyobb tesók, ők a 4x4 ők tudnak lenni mesh kontrollerek. Uh -huh. Így van. És most már jön a Wifi 6, már az állistában szerepel Wifi 6-os eszköz, még nem kaptunk belőle, mert ez egy, egy hetes hír, de már kész a termék. Ha megjön teszteljük, Sőt, ha már tesztnél tartunk, akkor az egész mesh funkcionitástól lesz egy teszt, a szokásos wifi tesztnek a, a sémájára. Fogjuk tesztelni, mit tud csak maga egy mesh kliens, vagy kontroller, mit tud egy klienssel, mit tud két klienssel, mit tud, hogyha vezetékes applink van, mi van, hogyha wireless app link, ezt majd szépen egy külön videóba fogjuk majd összegezni. Mert nagyon kíváncsiak vagyunk, teszem És És itt jön képbe az az iperfes történet, amit ugye az előző videóban mondtunk. Igen, igen, mert azt használjuk a tesztnél. Így, és de. ez milyen jó, hogy van belőlük Szerintem Szépen. nagy vonalakban ezt átbeszéltük. Ugye ezeknek a különböző funkcióknak, meg ö, opcióknak különböző permutációi léteznek. Gyertek fel a webshopunkba az összeset megtaláljátok, vagy a egy gyári holnapján kinek melyik szimpatikusabb. Pár mondatot az ejtsünk a nyilván és sokkal szűkebb portfóliójú routerekről, a HLE sorozatról. Így van, a HLE-ből jelenleg négy eszköz található meg de hamarosan bővölni fog még, ugye a hl közé fog bekerülni a Wi-Fi 6-os eszközök egy része. Lesz hálás, igen, de az első körben ONU-t fogunk kapni Wi-Fi 6-ba. Utána jön majd a routerbe vele. Jó. A HL-eknél igazából annyi a különbség, hogy egyiken se szerepel ugye ONU ok, van. Van, portunk, mindegyik köthető ONU után. Között, Így van, nem? tehát ízimes funkcionalitás van az összesben, természetesen, tehát hát szatellitként használható a lakás bármely pontján ez az, az egyik funkcionitás, A másik pedig, hogyha valamiért uh, szeretnénk például egy, egy egyportos uh, ONU-ra akkor klasszikus routerként tudjuk használni. Érte, értelemszerűen egyiken se található RF port? Nyilván, 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 de IPTV-t lehet az belőle von, venni, illetve van olyan közülük, amin van VoIP port viszont. Így van. Úgy, nem tudunk benneteket csak bátorítani, hogy próbáljátok ki. Szerintem sok... Minden kombóba fogtok találni megfelelő Igen, és, és, fogtok tudni olyan szolgatás magokat összerakni az ügyfeleiteknek, amivel ki tudtok tűnni. A illetve, az, illetve, nem sokára jön az új dizájn is. Igen, új dizájn lesz, ahogy látjátok itt ezeken a fotókon. Volt egy szavazás pár hónapja ugye az ügyfelek között, hogy melyik, melyik dizájn tetszik legjobban. Ő nyert, Ezeket ugyanúgy tudjuk egyedileg kiválaszthatjátok a cégeteknek megfelelő színben a fedlapot gyártani, ugyanúgy logozhatjuk. Szerintem jól sikerült. Jól Nagyon néz jól néznek ki, igen. Jól néznek Úgyhogy teszt -teszt köztem, és ha tudunk biztosítani, próbáljátok ki. Bármi kérdésetek van, hívjatok bennünket, vagy írjátok ide, és válaszolunk. És ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!